Röviden elmondanám, hogy mik is, kik vagyunk és mit csinálunk. Ugye a angol elnevezés jobban segít, ez a Hungarian Investment Trade Agency, ennek a rövidítése a HITA. Gyakorlatilag a Magyar Állam Befektetési Ösztönzési és Kereskedelemfejlesztési Ügynöksége vagyunk, tehát az angol elnevezés az ügynökség esetleg már jobban segít, hogy tudunk mi segíteni ágazatoknak. Majdnem 30 ágazatnak segítsünk, hogy külpiacokon megjelenjenek. Célcsoportunk a magyar mikro, kis és középvállalkozások. Az ő külpiaci erősödését szolgáljuk minden termékkel. A fő mondatunk az, hogy szakmai ágazatokkal együttműködve tesszük ezt, legyen szó biotechnológiáról vagy textiliparról. A mai jelenlétünk többes cél szolgál. Elsősorban természetesen a majdani nyertest szeretnénk külpiacokon tovább erősíteni, hogy elhangzott már az Orthent kategóriában, mi szeretnénk ahhoz hozzájárulni, hogy 2014 márciusában, Párizsban megszerűsen ott lehessen a nyertes. De más célunk is van azzal, hogy a hivatot kiemelve kezeljük, és igazából ez nem egy új keretű dolog, mert van már ebben múltunk, de legutóbb 2013. januárban Párizsban a 20 Next-en hivattervezőt sikerült ahhoz hozzájuttatni, hogy szint megjelenhessenek, és hogy elhangzott buyer-ek találkozhassanak. Tehát igazából egy már megkezdett folyamat között találkozás ez a mai nap. De ezen keresztül szeretnénk, ahogy említettem, más ágazatokat is szolgálni, tehát hazai háttér, textilipar, bőr- és cipőipar, szőrmeipar, ahhoz segíteni, hogy hivat egyfajta csúcs díszként húzza magával az ezekben az ágazatokban működő magyar KKV-kat. És külön öröm, és külön cél, és minden olyan kezdeményezéshez szívesen hozzájárulunk, amely regionális kitekintéssel bír. Közös célunk az, hogy versenyképes termékeket bemutassunk regionális szinten, illetve nemzetközi szinten. Ugye itt találkozik szintén a szakma és az exportfejlesztés, amit ugye szakma kellő eleganciáról és biztos ízlésről beszél, akkor ott mi versenyképes termékről kell, hogy beszéljünk, hiszen abban mindannyian egyetértünk, mindenhez hasonlóan erősebb üzlet, és nagyon kemény üzleti környezetben kell azon nyerteseknek majd megfelelniük, amikor kilépnek az országhatáron kívül. Mi szeretnénk ott lenni már az elején, és a jövőben is mellettük lenni, hogy ezen nemzetközi folyamatban ne csökkenjen a hit, hiszen ez alapvetően minden, ami nemzetközi, az hit kérdés, az időkérdés, az pénzkérdés, energia kérdése. Hát igazából minden kedves pályázónak és különösen előre a nyerteseknek nagyon sok sikert kívánok, és nagyon nagy kitartást kívánok. Köszönöm szépen!